Kóda. Azt hiszem ennyi. Valahol el kell varni ennek a könyvnek a szálait. Többek között azért fogalmaztam meg ezt az egészet, mert jó olvasónak tartom magam, mindenevőnek. Idegesíteni kezdett egy idő után, hogy azok az emberek, akiket jó írónak tartok, mindenről beszélnek, csak éppen arról nem, ami szerintem húsba vágó. John Lennon küldött a politikusoknak egy-egy makkot, hogy ültessék el. Addig sem foglalkoznak a közjó rendbetételével. Ezt a logikát követve, ahelyett, hogy a másik életébe durván beleavatkozna, mindenki írhatna egy könyvet. Mert aki könyvet ír, az kénytelen a saját szemszögéből végig gondolni a dolgokat. Ez pedig odáig vezethet, hogy jobban megismeri önmagát, közvetve pedig másokat. Vannak a könyvben olyan személyek, akik kifejezetten negatív szerepet töltöttek be az életemben. Ma már rájuk sem haragszom. Amit megfogalmaztunk, aminek nevet adtunk, az már nem is tűnik olyan félelmetesnek. A leírás, a megbocsátás és a továbblépés egyik lehetősége. Egy dalszövegemmel búcsúzom ezért a vitaindítónak szánt felvetéseimtől, illetve a nyájas olvasótól. A szövegben József Attilától, Iggy Poptól és Müller Péter Szijjámitól is idézek. Én túllépek-e mai kocsmán, az értelemig és tovább. De ha inflálódik az értelem, én eljátszom az ostobát. Nem értem sehogy sem, hogy miért hiszi magát okosnak a darling, amikor körötte benne csupa seggfejek mozognak. A túlélés, mint cél, túl silány. Az örökvesztes véglények között miért játszanám a szupersztárt? Az elmaradt randi helyén az óra lustán körbe járt. Gódóra várni a lány helyett nem állítom, hogy jobb dolog. A percemberek nyüzsgésében jégszoborként megfagyok. And everything looks good tonight. Fegyvertelen lelkülettel nap-nap után csak játszani. Bár ez a játék vértelen, és nincsenek győztesek. Ez valami olyan érzés, mely kiskoromtól a mai napig elkísért. Értelmet nyert a hajsza végül a haszontalan percekért. Minden rendben van, szerelmem. 2005. július 8. péntek, 16:40. Néhány órával egy Balaton buli előtt. Dönci.